két előadásra reagálva a természet működéséről és a természet hogyanjairól és válaszairól fog nekünk előadást tartani, amiből szeretnénk tanulni, hogyan csináljuk jól. A papíromat elvesztem. Köszöntöm Balogh Péter, gazdálkodó geográfust, Szövetség az Érinti Szájért Egyesület elnökét. Témája az alföldi táj működésének tanulsága a fásítás kérdéséhez. Tisztelettel köszöntöm a fórumot. Tényleg nehéz téma. Már a felvezető kapcsán is voltak gondolatom, amit itt jegyzeteltem folyamatosan, hogy még mit fogok hozzátenni az egyébként is 3,5 órás előadásomhoz. De aztán, amikor jött mert kicsit féltem is attól, hogy a mi vállalatot az következő 15 évben ettől, hogy majd túl optimista lesz. Hát nem lett az. De akkor ehhez képest én tudok, majd erre fogok reagálni, illetve a Csabának, az ökológusnak, a biológusnak fog reagálni, és itt a kertészre kevésbé fog reagálni, hanem én valóban a másikat, hanem a táj oldalát fogom hozni. De nézzük, milyen jó lenne, ha erről szó lenne, ugye, hogy én mit tudok idehozni, ha már táj, akkor élő táj, és azért arról szó, hogy ez a fenntarthatóság kerete. Én erről fogok beszélni ugye ezen a címen, és ezzel a háttérrel, hogy ehhez képest, ami eddig is elhangzott, és azokat mind nem tagadva, hanem mellétéve a táji, mit mond a táj nekünk ehhez a kérdéshez, ezekről szeretnék beszélni, óvatatlanul, töredékesen, hiszen talán most még másfél óra se, de azért, és nagyon vázlatos lesz, meg nagyon kaleidoszkópszerű, de itt a jelenlévők intelligenciáját, eddigi tudása miatt remélhetőleg összeáll a kép, illetve én számítok arra is, hogy ez egy ilyen, most asztalra betesszük a tudásunkat, és akkor még itt mai nap során is feldolgozásra van lehetőség, visszajelzések, stb. És úgyis ez majd egy hosszú távú, mint egy falültetés, mint egy hosszú távú program. Na most, tehát mégiscsak nekem a kulcsfogalmam, tehát a táj, és ennek kapcsán miről lesz szó. Hát két szinten szeretnénk információkat hozni ide ehhez a programhoz. Egyrészt világnézeti, módszertani, értékrendi szinten, hogy miről van szó, és ez hát majd közben ki fog derülni, remélhetőleg. Másrészt földrajzi geográfusként földrajzi ismereteket akarok mondani ehhez a faültet, ami közvetve, tehát én nem vagyok fás szakember, sőt még ökológus sem vagyok, de a táj működése kapcsán, ha alföldről van szó, akkor azt gondolom, hogy igenis vannak olyan meglátásaim, amiket tudnak itt használni a fa fásítás kapcsán. Na most már ezekről szeretnék akkor a következő másfél órában beszélni, de mivel nincsen annyi, ezért óvatosan nem lesz teljes a kép, de azért kezdjünk hozzá. Na most nagyon ez a tájfogalom azért fontos, mert nincs benne a mai köztudatban, nem tudják az emberek, a szakemberek se tudják, mert szakemberek, a táj pedig nem szak, hanem területi valami. Hát persze ilyen szempontból szak, de szegény, meg az én tudományom is nem is tudomány, hanem csak rajz, ugye földrajz, geográfia, és ennek meg nem is találja a helyét. Megjegyzem, pont ez hiányzik viszont a mai rendszerből, a mai rendszer bukását az okozza, hogy ez a szemlélet nem volt eléggé benne, illetve nem így volt benne, hanem a gyarmatosításnak a szolgálatában állt a földrajz, és megtagadva ezzel például a tájat is. Na most, hogy mi nem, vagy a táj fogalomhoz akkor, hát nagyon fontos, és tényleg akkor a gazdasági szakemberek, meg a város, tehát politikusok, meg nem tudom, mert én amikor, ugye hát 20 éve próbálok ezügyben úgy hatni, és hát főleg Szolnok megyében. Hát ott ugye hosszú évekig tartott, mondjuk mire egy vízgazdálkodási tanácsban, mondjuk egy polgármesternek leesett, hát sajnos az igazgatót, vízügyigazgatót még nem tudom hozzátenni, és hát leesett,
hogy én amikor a tájról beszélek, nem természetvédelemről beszélek, hogy amikor a rétisasról beszélünk, akkor az nem a rétisasnak jó, az egy indikátor. Ha nem jó a rétisasnak, akkor az embernek sem lesz jó, hogy tudom. Tehát a tájfogalom nem egy természetvédelmi kategória, a víz a tájban az nem egy természeti védelmi kérdés, vagy ökológiai kérdés, hanem klímaszabályozási, ha tetszik, nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági kérdés. Eddig is az volt, de most már pláne az. Most ez, már ez elég pont lenne ahhoz, hogy maradjunk, mert van még 100. Úgy értem, hogy amit üzennék egy a döntéshozóknak, vagy aki múlik ez a pályázatnak a sikeressége. Hát a táj ugye az, hát eleve én nem hiszek még az ökoszisztéma szolgáltatások, víztestek, az erőforrás fogalmak, pláne ezek mind hamis fogalmak, illetve annak az értékrendi univerzumnak a részei, ami ide ez a bukáshoz, összeomláshoz vezetett, amiről most már szerencsére nekem kell beszélnem, a felvezető, vagy ott elhangzott a meglepően a minisztérium képviselőnek a részéről. Tehát olyan, mintha lát, tessék? Nem a minisztérium, oda kellett neki. De ő nem a minisztériumi alkalmat, na azért akkor jó. Mert nem tudja az állami, nem, csak nem. Nem tudjuk úgy, hogy az államigazgatás érzékelni ezt a helyzetet. A szak államigazgatási részek se mentebb, és a legmagasabb szintig se. Hát ugye van egy államelnökünk, aki a kirakatban zöld, de egyébként nem látszik semmi. Abszolút politika mentesebb vagy. Én annyira sem szólok bele a politikában, mert a politika beleszül az én életembe. De ráférne. Hát abszolút. Jó. Hanem élő lény a táj, és akkor és legalábbis van eredendő működés, és ilyen szempontból akarata van. És nem az ember ellenes, hanem az embert szolgálja. Hát hogyha az ember szolgálja ezt. Hát itt kell nyilván egy hierarchikus, vagy itt mondtam még egyszer értékrendi. Jó. Nézzük akkor a tájat még. Ugye nem meglepő, a táj az valamilyen szempontból valamilyen szintig, mert ugye át többféle léptékben is van ez a táj. Azonos tulajdonságot bíró része a térnek, tájalkotó tényezők, meg tájleírás, ezek fogalomra utalok, de ez kevés, és még micsoda, mondjuk hozok egy példát, itt van egy tájként értelmezhető ábra, mondjuk, de ez ugye változik, egy tájalkotó tényező, akkor ugyanaz a táj, vagy nem ugyanaz a táj, most mi van, de mégis nem tudom, hogy ez a táj most akkor házsártos, vagy jól főnk, vagy egyetlen. Tehát, hogy nem, tehát az értelmezés, ez az őt kevés, ha a felszínen maradunk, ha esztétik, vagy tájkép, vagy pán a landscape fogalom, nem tudja azt, amit a magyar tájfogalom tud. Tudjuk, hogy a formai esztétikai tartalmain túl van egy eredendő működése is ezen elemeknek, tehát egy rendszer a táj, mint hogy a természet is nem az elemeik, nem csak úgy van, egy leltározható valami, hanem egy rendszer, és rendszerszerű működése van, egységes működése van, amit nyugodtan mondhatunk életjelenségeknek. Nem én, ez most, ha nem nagyon furcsa vagy új, akkor nem jól mondtam el, tehát ez nagyon furcsa és új, és nem tudja így a köztudat, vagy nem fogadja el, nem e szerint gondolkod, nem e szerint van a publikáció. Ugyanakkor ezt komoly elfogadott tudósok is így mondják, utalom csak a Lavrov-féle Gaia elméletre, ahol a földbolygó is élőlény, illetve a Grandpierre Attila hivatalos tudósra, aki ugye bemutatta, hogy a nap, illetve a világrendszer is élőlényként értelmezhető. És most Kárpó utalt, hogy ennek a további kibontásra elmondom, hogy a másodóra sincs. Tehát ilyen szempontból beszéljünk, vagy értelmezünk a tájokat élőként. Néhány kép, itt pösten túl gyorsan ment, de akkor nem megyek vissza, tehát hogy a tájakat, az a tájak élőségét akartam értelmileg beágyazni. Ez csak annyi, hogy a rendűsége van a tájaknak, tehát egy egymásba ágyazottsági rendszerben, tehát ez a modernitek a kis nagyon egyszerű pénz ábra mutatja, hogy hogyan működik a természet, vagy a működő rendszernek mi a struktúrája. Ha nem ilyen egy rendszer, akkor az nem működik. Ilyet kell létrehozni. Ez lehet egy fa kapcsolatnak, vagy a társadalmi kapcsán abszolút használni, vagy társadalmilag is, vagy akár, hogy mutatom ezt az ábrát, nem fogok át a lényeg, amit akkor ma ismert fogalmat, a nagy táj, kis táj, ez lefele,
felé is, tetszés szerint, illetve itt ráadásul egy ilyen logaritmikus rendszer szerint szépen kiad egy rendszer. Jó, a természettörvényt véletlen hagytam benne ezt a diát, ugyancsak másfél óra önmagában. Nagyon érdekes, de majd este. Akkor erre visszatérünk. Már igen. Struktúra, működés, értékrend, erről lesz még szó. Jó, aki látta gyorsan, az jó. És akkor itt ez is egy ismert középiskolából ismert fogalmak, ezek még, hogy a tájhoz. Ugye ezt most hozzátettem, ami nem ismert a középiskolából, tájműködés van, vannak részei, anatómiája és funkciói, mint egy emberi szervezetnek is, ugye nem mindegy, hogy mi mire való, és ezt kell föltárni, mert ettől lesz egy olcsó és fenntartató működést keresünk akkor ez. És az egésznek a kulcsa, és itt ez már a fásítás abszolút ennek része, a tájhasználat tervezése, mind ezeket kell figyelni, még ezen alapon kell. Nagyon gyorsan haladok, nem tudom, hogy itt a csinálni, de hogy jó, meg azt is tudom, hogy az időnek még gyorsabban telik. Jó, menjünk tovább. Na most az Alföldről beszélünk, egy ismert térképen nem túl sokat mond, ez kevésbé információ gazdag, de nekem pont elég lesz, amennyiben kétféle zöld szín van ugye az Alföldre. Mert itt a kettőséget akarom csak kiemelni, hogyha Alföldről beszélünk, és akkor itt a Csabanál elmondott, hogy hogy nem alkalmas a táj a fásításra, mindjárt ezt fogom megmenteni, vagy egy másik, és, vagy felgyújtani egy fényt. Azon együtt is reagálok rögtön ugye hát a nagyon komoly, vagy nagyon negatív első előadásra is, meg is ötletet a felolvasottakra, már hogy mi várható. Alaptétel volt mind a kettőnél, hogy hát el kell fogadnunk, hogy a jelenlegi rendszer realitását el kell fogadnunk. Hát miért ki? Tehát, hogyha ez a jelenlegi rendszer rajtosan elfogadjuk, akkor igen, akkor elpusztulunk. Így. Hol van a sírós véka? Tehát abszolút indokolt. A jelenlegi rendszerből az jön ki, hogy elpusztulunk benne. Direkt. Ezt építjük, ez megy. Erre mennek most a milliárdok ezen. Tehát költjük rá ellenműködő struktúrákat, építünk ki, és tartunk fenn, működtetünk. A jelenlegi rendszer elmegy. A jelenleg az a kicsi az ártereket úgy értem, hogy most jelenleg az aktív árterek, a leamputálva a táj a folyóról, mert valamikor 150-en kitalálták, tehát ha ez a 100 éves realitáshoz igazodunk, akkor elpusztulunk, abból az jön ki. Nem én mondom ezt sem, hanem az a tizen sok ezer tudós, hogy ősszel aláírt utolják, stb. Tehát hogy ez így most már van. Mondom. De miért kéne ezt a realitást elfogadni? Tehát az, hogy az árterek, itt van ugye tudjuk, hogy 5000 négyzetmétert áll az árterek közterülete, ahogy lehet, hogy csak a Tisza, és az alatt, hogy nagyon szűkek azok a területek, ahol az árterek most is, akkor mutatta, csak a körös árterek mutatta, ráadásul az sem fasadja. Hát nem, az egy hullámtér, egy degradált, nyomorult, megmaradt ártér, vagy micsoda, tehát az ártérből megmaradt, nem tudom mi, iparszerű tájroncs, nem az az ártér. Hanem erről fog beszélni. Mi az ártér? A Alföldnek a nagy része az ártér, ártéri, és potenciálisan ártér, tehát paradicsom édenkert, az erdőnek való, és abszolút ahogy el lehetett fejleszteni, majdnem másik szót mondtam, úgy vissza is lehetne csinálni, legalább hozzá lehetne kezdeni, és akkor tudna a természet végre nekünk segíteni élni. Ugye? Mert nem az a baj, hogy most lesz rám, hogy van elég időnk, meg nincs, hát szerintem mondjuk annyira nincs, hogy 20 éve túl vagyunk a billenési ponton, vagy 30. 50 éve jelent meg a növekedés határai, 50 éve. Az alatt pusztítottuk el a Földbolygót. Tehát mondjuk szerintem túl vagyunk, de ez nem a mi szintünk. Tehát nekem is van 3 gyerekem, és 5, ez nem a mi szintünk, ez a Jóisten szintje, nem az evolúciót féltjük, ezt is tétel, hanem a, mert azt köszönjük szépen, a sportfiók, meg nem tudom mi, akács ugye megmarad. De az emberi kultúrát, meg a magyar kultúrát kérdjük, meg ezt a szánalmas bukást, hogy még csak, mert hogy kataklizma van, az rendben van, de hogy katarzis nélkül, hát ez szégyen. Az emberi faj szégyen.
lenne. Tehát legalább katarzis lenne, hogy rájövünk, hogy miről van, és legalább elindulunk, és akkor lehet egy isteni vagy természeti segítséget most számolni. Jó, tehát a kettősség a tárgy, hogy Dunai Tisza, két folyó építette föl, egy nagyon fiatal a tárgyról van szó, és az erdőben nem megyek. Tehát két folyó határozza meg, és kétféle táj van, ami gyakorlatilag független a kétféle folyótól. Hát egyszer a Tiszának is megvan a maga homokja, ez pedig a Nyírség. A Dunának meg pláne megvan a homokja, ez a híres homok hátság, ugye, mint vagyunk. Úgy érzem, hogy hírhet, vagy nem tudom mit. És talán látszik a kétféle szín, de megvan a... Ja, itt van nekem is már ilyen, hogy ez csak... Van. Tehát a homokok itt magasabban vannak egyébként pont ez a 100 méter feletti szintet, tehát az alluviális annyit jelent, hogy a folyós által épített hordalék, most azért nem mindig, mert ez is az, tehát a Kiskunság is Duna táj, Duna által hozott táj, és a vízháztartás a Dunától függ, elsősorban nem csak a vízhozam nagyságrendileg nagyobb sága miatt, hanem mert a ős vízhálózatok szerint ugye egy ilyen irányba rakódott be, és ezek a felszínek megvannak ezek a járatok, vagy közlekedés, vízközlekedés, ezt mondjuk elvágta, mint a, mikor a kapacitát elvágják a homokbánya, vagy kavicsbánya tavatban, délfestés utcában. Jó, itt most sok, néhány tényedőt felteszem. Mindenesetre kétféle táj van, amik viszont szervesen, a működésük szervesen összefügg. Tehát a homokra, ha nem lehet telepíteni erdőt, maga azt a telepíteni erdőt nem kell telepíteni. Hát az erdőt nem kell telepíteni, az van az erdő, a szukceszió telepíteni. A természetes tudja. Persze a kívja, hogy kivágták meg, hogy hát akkor igen. Azt nem kell kivágni, de erről majd még ezt a tanúságnál. Az a lényeg, hogy ha a homokon nem való, persze, hogy nem, de ha a környező tája, vagy az ártériás tája, de nem akkor az a szürkullám tél, hanem az ártér, ami 10-szeres méret, vízes, illetve fás, akkor nem kell a homokra erdő, és az is fa, ami nem erdő, tehát a nyílt, ugye ne felejtsük el, a Kárpát alföldről beszélünk, itt nem erdőről beszélünk, hanem fás legelőről erdős cserk hívjuk oda, tehát úgy van itt van. És nagyon nem kell megijedni attól, amit a Csaba mondott, és ő is mondta, hogy nagyon nem kell megijedni, én csak annyit teszek hozzá, hogy nem amikor ártérről beszélünk, akkor nem a hullámtérről, hanem a fél alföldről beszélünk, az egész alul. Jó. Túl sokat időztem, hogy menjünk tovább. Na, ezt megérjük, nem mondom, ez éves sír, nem szociálisan és gazdaság, nem csak szociálisan és gazdaságnak sírjek az Alföld, hanem tektonikailag is. Emiatt síkság, nagyon szép. És a folyók által idehozott anyag építi fel, tehát a folyóktól függ a működése, a későbbi fásítása is. Ennek meg van egy Dunai Alföld egyébként, és egy Tiszai Alföld. Kiskunság inkább a Dunai, vagy a homokhátság inkább a Dunai Alföldön tartozik a belőlemetek szerint, de hogyha a Tiszai Alföldnek a vize ott megtámasztja, és akkor gondoljunk például az altári létre, Tisza altárnál, ott nagyon éves magas parttal vége van a homoknak, és van egy nagyon üdetájuk, a Tiszai altár, vagy az altár előtt ez egy üdetáj, vízgazdag táj. Na az, és ott van 2 kilométerre tőle, vagy 5-re a Tisza. 4 méterre lejjebb. Az a víz, ami ott üdévé teszi azt a tájat, az nem Tisza víz, hanem Duna víz, illetve a kiskunsági homokból kifolyó víz. Például ez érdekes. És ha a tiszai táj föl van töltve vízzel, vízzel feltöltött táj, 3 szó, nem zubba vörbe tört át a gátat, hanem a normális, hanem erről lesz szó. Tehát a vízzel feltöltött táj a kulcsa az egész életnek, és láttuk a fásítás sikerének is. Tehát ahhoz, hogy a fásítás az erdő sikeres legyen, ahhoz víz kell. Ezért kulcs a víz. Ős vízrajz, fölalakult ki, láttam ez a Kiskunság miatt tőlük fontos, de nem megyek bele, ebben a pláne nem. Tehát nem csak hozta, de a magát, a mindent a folyó meg a vizek alakította ki. Ezért ez a kulcs, hogy a folyó és a táj közötti kapcsolatot, ami most le van amputálva, a gátakkal átjáratatlan töltésekkel el van választva a két rendszer, még mondjuk egy közgazdász ránéz egy tanárra, azt mondja, hogy na, hát ez a fejével keresi a kenyerét, ma azzal gondolkodik, meg azzal beszél, legalábbis azzal beszél, akkor többi felesleges, és a választók külön, mert úgyis akkor ez 10-szeres különbséggel, 80 kilóból lesz csak 8, mennyivel jobban, mert hatékonyabb lesz. Na most külön választva nem működik.
Ugyanígy nem működik a folyó, a tájtól se az egyik, se a másik. Árvíz, belvíz, aszfalt, táj, kiszálló. Tehát ez nem működik, ezt látjuk most. A tájban, de nem látjuk az állami igazgatásban. Ugye a nyitálatok ellen kétféle mintázatban van egy eredendő természetes mintázat, vagy infrastruktúra, a tájnak az infrastruktúrája, és ehhez képest van az emberi infrastruktúra, ami baromira nem illeszkedik rá. Az emberi mintázat, a belvíz példája tipikus, de mit látunk a képen, hogyha nem, hogy amíg műveletlenek, addig azt mondják, hogy belvizet látunk a képen. Hát én vizet látok a képen, ami egy mederben van. Ez ugye a kérdés, hogy a meder meg látszik itt ugye a nádas. Annyira izgalmas ez. Nem, annyira a drámai, nem is a drámai. Ez a kérdés, hogy melyik van jó helyen. Tehát ezen áll, hogy ezen bukik az egész belvízbe. Most már csak a káros vizeket vezetjük le az alföldről. Igen, hol van itt káros víz? 300 mm csapadékból, vagy nem tudom már ki mondta, 800 párolog. Tehát a terrel 800 a kiadás, 300 a bevétel vegetációs időszakról beszél. Hol van a káros víz? Nincsen káros víz az alföldön, helytelen tájhasználat van az alföldön, az igen? Itt nem belvízveszély van a képen, hanem szántóveszély. A víz a mederben van. A szántó is a mederben van. Melyik van jó? Hát miért nem lehet? Hány százaléka érint, amikor a médiát elönti a belvíz, és kettes fokozott érzésében pumpálják le a vizeket a tájból, a Kiskunságból is, Perulárból. Most 8 hónap tavalyi télről beszélek. Most megint másfél hónapja nem esett az eső. Tavaly 8 hónapig nem esett az eső, utána elkezdett esni, 2 hét múlva már pumpát vezették le a vizeket. Ilyen a rendszer most, 2019-ben. És fizetett ember, tehát van erre, tehát nem véletlenül, vagy nem tudom, a ellenség vezette le, hanem van erre állami szakszolgálat, aki pénzt kapott rá, hogy vezessék le a vizeket, és még úgyis tudta a közvélem, hogy de jó, vagy nem tudom, vagy az agrárium, vagy nem tudom ki. Hány százaléka érintett a szántóknak, amikor kettes fokozatú belvízkészültségek vannak, és a belvíz már szól a médiá, a média már szól a belvízről, akkor hány százaléka a magyarországi szántóknak van belvíz alatt? Segítek, 1, 5, 10, 15, 20 ebből lehet. Aki tudja, az nem mondja. 1. 40 ezer hektár mutat az OVF jelentése, 40 ezer hektár szántó, mert nem szántóból még 40 van, de ott nincs be, tehát én nekem gyertyány vannak, ha nincs, nem áll meg, márciusban félig vizet, akkor nem tudok mit használni. Tehát, hogy az összes többi, tehát a szántó meg a település nagyjából ezek nem vigyák a vizet, az összes többi vigyá, hogy szereti. 1% alatti 4,2 millió hektár szántó. Akkor miről lett belvíz? A belvíz az a víz, és akkor tudom, hogy ilyen szakirodalma van, de csak a definíciónak. A belvíz az a víz, aminek a helyét felszántották. Egyébként tehát kettős értelemben is, egyrészt így topográfiai van, meg többnyire a méter is, de másrészt pedig a szántás által ugye a Eketal Péter keletkezik, vagy ugyancsak ez hasznosabb, hogy keletkezteti a belvizet. Jó, ez a kérdések, amit egyébként felszíni vízfolyásra. És akkor az kérdés, hogy ezeket a területeket beerdősítsük, hát tehogy erdősítsük, ezeket bevizesítsük, és a partján van a pufferjébe az erdő. Mert, és akkor ez a tételem, hogy az erdő, és akkor szerintem megáll, bár látszik, tehát ilyet egy szakember már nem tud mondani, mert az túl tudatlan ért hozzá, de én nem, úgyhogy mondhatom azt, hogy a víz, vagy én ezen a szinten értek, hogy a víz erdő nélkül mocsár, az erdő víz nélkül szárít. Tehát víz erdő, nem értelmezhető az erdő, a víz nélkül, és itt van víz, mert nem a nevegsivatagban vagyunk, vagy nem tudom. Itt van víz még, mert a hegyek, ugye a Kárpát-medence miatt még van víz, kegyeskedik ide megérkezni még, pont a vegetációs időszak, a száraz évszak elején az a hegyvidéki víztöblet, ami itt arra való, hogy pótolja a nyári vízhiányt. És nem arra használja. Tehát ez a legfontosabb tájé összefüggés. A másik is, hogy ez a térkép, ez hamis, de most hagyjuk. Már hogy jó. Ezek a tavakat, hát ötletes a szikes tavakat tettem, de mindegy, ugye mutatja a két homoki területet. Tehát, hogy vannak tavak potenciálisan. Itt a táj működéséről, az alluviális táj működéséről, és akkor ezek már a fokok, ahol oldalirányban kifolynak a vizek,
Lehet tudni, hogy hol folyik a víz, és hol nem folyik a víz, mert nem azt a lapsimaságú a terület, tökéletes síkság, de nem azért, mert azt a lapsimaságú azért, hanem mert nem homogén, szintek, mozaikos hálózata van, különböző tájrészek, tájfunkciók, aminek vannak, tehát felszimolítási következményei vannak, tehát hol erdő, hol nem, utalok a szalát. Jó, közelről így néz ki, ez egy domborzati térkép 14-16-tól, mint a középviszeri közepe, ennyire diverz a domborzat. 12 méter az utószint különbség, lehet, hogy nagyszerűen nem számított, de itt a Tisza vidéken elég. Jó, ez föl van tárva, 3+1 szintet értelmezünk az alluviumon, és ilyen szempontból a homok az az 5. plusz, és ahol van egy ilyen, ez egy működés szintek és funkcióknak a táblázata. Nyilván lehet hozzá tenni a működtetés, tehát a szabályozás, illetve hogy konkrét tájhasználatok, hogy felszínkodunk a működési állapotban is. Itt a csapat, vagy a víz meg a domborzatról egy kicsit bővebben, de tényleg egy kicsit kapkodok, de hát, ha még vezethető itt, meg csak írtuk ezt. Tehát ez a tétel fontos, hogy az árvíz nem arra való, hogy számolatlanul megkapja a megfelelő hivatal a pénzt a költségvetésből, hanem hogy pótolja a járó csapadékot. Arra való, arra kéne használni. Tehát amíg ezt nem csinálják, addig nincs még. Jó. Itt teszek hozzá mást. A Csaba mondta kicsit, de csak azért, mert föl is írtam, de hogy is volt, hogy az erdő alatt szárazak a talaj, mint a gyepeknél. És még a kazakisztáni természetszerű tájban is, hogy ott állni különböző. A talaj igen, ez olyan, mint a, hogyha, de az megint csak egy résznév. De maga az erdős táj viszont vizesebb, mint a gyepes táj, magyarul puszta, vizesebb. Mert nem csak a talajban van a víz, de víz nélkül nem vizesebb. Tehát a víz, nem tagadtam azt a tételt, csak azt mondom, hogy lássunk túl a talaj szintjén, egyen nagyobb a táji mérték, a táji szinten, és ott már azt tudjuk mondani, hogy az erdős táj igenis vizesebb, mint a nem erdős táj. Ha van víz, és ezt mondta csak azt, hogy ahol víz van, ott tudja a vizet visszacsatolni, a kis vízköpet. Nem igaz az, hogy itt adott. Ja, és ez fontos, hogy a tanítom, itt lett felolvasva, hol a réka, hogy ne sírjon. Tehát nem igaz az, hogy az jelenlegi adatok szerint sérülékenyebb a Kárpát-medence, mint a Európa átlag elhangzott. A jelenlegi rendszerben igen, mert kivezetjük belőle a vizet, a holtanyag száraz, az élőanyag nedves. Kivezetjük, elpusztítjuk kőkemény munkával a Kárpát-medencét. Kárpát-sivatag projekt folyik, mert termelni akarunk búzát, meg melles, meg melléktermék sivatag. Ha a búzatermesztést meg akarjuk menteni, mondom még egyszer, tehát én számtalanos vagyok, látszó egy bizonyos léptékben, de hogyha tovább látunk már, akkor nem. Hát ha a búzatermesztést meg akarjuk menteni az Alföldön, akkor a egyharmadát fel kell adni, most ezt a számot mondom, és a kétharmadán marad meg, a másik egyharmadán meg vizes lisztbuffer orientált tájhasználatok vannak. Így viszont a maradék kétharmadon másfélszeres termés mennyiség és örök biztonságot megnyerünk. Nincsen öntözési igénye két vizes élővel közötti szántónak, nincs öntözési igénye. Nem öntözni kell, hanem a tájat vizesíteni az öntözés rendkívül káros. Lehet, hogy a városi parkokban meg tudják oldani felszín alatti vízből. Az öntözés tév eszme, megint léptékbeli hiba, tehát hogy jó, gyorsan akkor öntözünk, mert itt hiányzik. Az öntözött tájak kiszáradnak, Andalúzia, Közép-Ázsia, stb. Ez a táji tapasztalat. Mert a táj potenciáljánál túlhasználatra készíteti, stb. Fedemek is megvannak. Jó. Tehát a nedves táj mérség, hogy mi, és a klímaszabályozás eszköze a víz ennek. Ugye tanultuk megint általános iskolában már, hogy az óceáni éghajlat milyen jó, nyáron fű, télen hűforma, nyáron fű, télen fű. Ha ez édesvízkészletre itt lenne az Alföldön, az nem tudná ezt megcsinálni? Hát kiegedjük a vizet, utána sérülékenyebb a tájunk, mint a nyugat-európai vagy az EU-s átlag. Hát persze. De ha nem engednénk ki, akkor nem lenne sérülékeny.
És az alkalmaz, megváltoztatni már nem tudjuk, csak hogy hogyan alkalmazkodunk, nem hiszek ebben. Ez az alkalmazkodási logika az pusztuláshoz vezet bizonyos. Vagy mit értünk alkalmazkodáson, attól függ. Tehát a változtatás szó legyen benne, ha nem akar ragaszkodunk ehhez a hülyeséghez, amely eddig mentünk a szakadék felé, ha ez fontos, a realitás, és most ebben a hónapban voltam megyével, Szolnok megyével tárgyaláson, ahol ennyi, ahol odáig eljutottunk, hogy van egy mondat, a 300 szerint a kettő, hogy de mondom, akkor melyik realitásod, mert amiről ti beszéltek, mondom, az egy 100 éves realitás. Én tudom, hogy nagyon szépen ki van épülve, meg minden úgy nagyon összefügg, mégiscsak egy 100 éves realitás, értékrend, megszokottság, stb. Amiről én beszélek, az meg egy 10.000 éves realitás. Nem több, de 10.000 éves. Melyik a nagyobb realitás? De nem csak időlépték, hanem rendszerelméletileg nagyobb realitás. Kérdés, melyiket fogadjuk el realitásnak? És azt mondták ma a megyei vezetők, hogy tehát, hogy mégiscsak fontosabb ez a 100 éves. Ja, akkor jó, akkor én maradom a cíci, tudom, hogy mindjárt. Csak a hosszabb kérdés, megezik a kintiak. Jó, tehát minden léptél víz, itt van az, hogy az erdő hogy szívja be a vizet, és az a dolgunk, tájra. Emberi működés feladat az, hogy segítse a víz körforgását a tájra. Mert ez mozgatja az élet. És a szántás csivatagot csinál, nem csak ökológiai értelemben, amit azért tudunk, hanem hidrológiai értelemben is. Jó. A körülbelül ez a különbség, ez a realitás ma, ennyire szántó dominancia van az alapföldön, mindegy, bárhol, és ezt mondaná a táj, ezt akarja a táj, nyilván vizes, mivel egy nyomatos puffer, ahol abszolút az erdő értelmezi a vizet. Jó? Érthető az erdő, jó? Én nagy, de jó, már itt tartunk. Ezeket most írtam jelzetek, igen, hogy, de igen, erről beszéltem, hogy ez a baj, a jelenlegi rendszernek a baja, és mondjuk ki összeomlása, és ha sikerül változtatni a rendszernek, akkor változtatni fog a kimenetel is az eredmény. És a kulcskérdés az, hogy elisztjük-e azt, hogy tudunk-e változtatni. És hogy a folyószabályozást fogadjuk el realitásnak, pedig a tájműködést fogadjuk el realitásnak. És ez abszolút. Ahogy ezt el lehetett fejleszteni, úgy nem vissza, hanem tovább, tehát a normális irányba, mert most nem, ez időtlenül van. Jó, beszéltem. Erről is beszéltem, hál' Istennek. Úgy csak vízzel feltetett át. Mert nem tudom én vissza. Igen, és ez egy összegzés, tanúságok. Ezt már nem most írtam, vagy nem közvetlenül, de nagyon szépen reflektál azért, hogy elhangzottakra. Tehát, hogy ültetni, én amit miket tudok mondani. Ültetni könnyebb, mint felnevelni. A felnevelés azt jelenti, hogy életbe tartani, bekapcsolni az életbe. Megint akkor közösségi kapcsolataival fáznak. Nem levezetni, nem kivágni, ez is egy érdekes gondolat, vagy egy új gondolat esetleg, hanem a meglévőt megtartani, támogatni, szukcessziónak hívják. Tehát most kiírtjuk őrült nehezen, planírozzuk, utána ültetjük őrült nehezen. Tehát egy tiszta hülyes, a mai erdőgazdálkodási gyakorlat. Egyszerűen nem lehet, arra jó, hogy minél drágább, annál rosszabb, tehát a GDP-t növeli. De van már 2020-ban. Jó, lenne plént, hát nem mondom. És akkor itt, ez itt, hát ez megint nem, ezt nem tart még itt a tudomány sajnos, hogy ezzel számoljon, vagy erre rá merjen támaszkodni a táj bölcsességére, de úgyis ez lesz, tehát hogy a táj kiforogja, az evolúció, nem az evolúcióval sérül. És itt viszont akkor a gyakorlati tanulság, hogy ha a vizet megtartjuk, akkor ez fal vagy erdő. Itt a zárt erdők, tehát merjünk nyitni az nyílt erdő felé, az magyarul pás legelő, és a faültetvény, a különböztessük a legelőt a faültetvénytől, tehát az nem. Most ez nem az, persze, hogy ültes, csak megint nem az ültetés ellen beszélek, és valóban a várost meg a nem várost el kell különíteni. De ezek elvek, amiket használni lehet. És itt van ez a tiltelmondat. És a másik, ami megmutató, hogy az már elég a túléléshez, hogyha ott erdő van, ahol erdő